Jelenleg nagykörű külterületén vagyunk, és nem áramparton, hanem az árvízvédelmi töltés vízoldali elízsűjén. És ez egy olyan hely, ahol nagy valószínűséggel az állatok nyomait meg lehet találni valamilyen formában. 150 évvel ezelőtt eltűntek Magyarországról a hódok, akkor hogy kerültek vissza? Ami állatokkal itt találkozunk, ezeket 2005 tájéken két alkalommal is visszatelepítették. Másrészt viszont, ha itt az ember hóddal találkozik, annak legalábbis reméljük, hogy az egyedeknek egy része nem is a telepítésből van, hanem talán már, reméljük, a szaporulatból. Ez egy olyan 8 család, vagy 8 egyed lehet, amelyek stabilan, tehát megtelepedve vannak. Na most induljunk el a 8 hód családunk nyomán, recsegjünk át az altalajon, megyek a Kubik Geremdán. Igazából nem is a hódot keressük mi ilyenkor, hanem azokat a nyomokat, amelyek arra utalnak, hogy az állatok jelen vannak az élőhelyen. Kidöntött fák, megrágott ágak, lábnyomok, majd meglátjuk, hogy mit találunk itt, ha találunk egyetlen valamit a folyóparton. Ahol igazából nagy emberi mozgás nincsen, ott lakást épít magának, tehát ilyen üregrendszereket fúr a partba, mégpedig csak olyan helyen kizárólag szinte, ahol tud magának készíteni egy víz alatti kijáratot is. És hogy a víz húzódik vissza, ezt a kijáratot annál mélyebbre visz. Várat a hód csak akkor építi, illetve általában akkor szokott építeni, hogy az élőhelyén ingadozik a vízszint. Tehát, hogy most van egy üregrendszer, jobb helyen nem a Tiszaparton, mert ez messze nem ideális élőhely a hódok számára, hanem mondjuk egy holták partján, és ugye ott följön a víz, emelkedik a vízállás, akkor a felső járat a hódnak víz alá kerül. Nyilván a hód ezt úgy próbálja valahogy kompenzálni, hogy fölé hord árakat, és akkor emeli a tulajdonképpen a vackának a szintjét, és mindig van neki egy száraz része. Az a... Emelet ráépítéssel próbálkozik, mint Velencében. Nagyon jól megvan fogalmazva, így nagyjából ez lehet a lényege. Ha jól emlékszem, két alkalommal találkoztunk ilyennel itt ezen a területen. Miért kellett őket egyáltalán visszatelepíteni? Tehát miért jó az nekünk, avagy a hódoknak, hogy visszakaptuk őket? Úgymond a biodiverzitás, hogyha csökken úgymond a biodiverzitás, akkor gyakorlatilag világunk veszít valamit, értéket magából, ami körbevesz bennünket. Hát a hód is egy ilyen, hogy egy újabb színfoltja az élővilág sokszínűségének az adott területen. Na most akkor menjünk nyomolvasni. Jó. Most viszonylag fel is a rágás nyomok, tehát az annyira fel is, hogy ott az. Valószínűleg egy-két hetes, igen. Tehát itt nem messze volt egy üregrendszer. Látjuk, hogy vannak jellegzetesen a hód által lerágott füzek, ez táplálkozás célból szokta összeszedegetni, mert a friss hajtásokkal táplálkozik, azt nem tudja elérni a földről, kidönti a fát, és akkor azonnal ott vannak a rügyek, meg a finom falatok. Ó, nagyon ügyes, hát egy rendes fejszés embernek is becsületére válna. Még víz nem volt, tehát az a nyáron történhetett, és akkor ebből tudjuk, hogy itt az állat valahol itt van, ez neki az élőhelye. Nyilván, amikor följön a víz, és akkor följön mennek ők is. Is lehet látni, hogy milyen magasan vannak lerágva, meg itt végig vannak lerágott fel. Tehát az állat az télen itt ezen a kilométeres szakaszon, a másik parton úgy szintén vígan mozog, hiszen ide ember nem tud bejönni. Na most Talósi úr, momentán hol van az az 5 hód, aki ezén vizitbe jöttem? A hódok akár, sőt én... A lábam alatt egy hód van egy járatban? Nagy valószínűséggel, hogyha fölmegyünk, akkor alattunk lesznek valahol a földbe. Magának mennyi munkát adnak, mint MAPA a hód? Kimondottan hód, úgymond monitoring az a munka során van, tehát feljegyezzük, hogy hol láttunk állatokat, hol láttunk nyomokat, és akkor az rögzítésre kerül, koordinátákkal akár, és akkor ez ugye megvan. Ugye az ember hal meg, olvas ezekről a úgymond hadöntésekről, ami a mi hódunkra nagyon jellemző, és hát azért volt itt arra példa, nem is egy alkalom, hogy 40-50 centi átmérő nyárakat döntögetett ki az állat. Nem is tudom egyébként, hogyha láttunk volna hódot, akkor ő ilyet volna meg jobban, vagy mi?